Mindannyian egyetértünk abban, hogy a forró nyári napokat víz közelében lehet a legjobban elviselni. Legyen az a tengerpart, egy strand, vagy éppen az otthoni kis medencénk, de mindenképpen ott, ahol az időjárásnak megfelelően tudunk öltözni. Azonban kánikula ide vagy oda az esküvők többnyire nyáron köttetnek, ezért nézzük meg, mit tehetünk annak érdekében, hogy még a legforróbb nyári napot is könnyen elviselhetővé tegyük mind magunk, mind pedig a vendégeink számára. Bár az idei nyárnak lassan vége, azonban ma hoztam egy-két olyan tippet, amit ha szeretnétek megfogadni, akkor jó erre még a szervezés legelején gondolni. Napjainkban a polgári szertartások 90%-ban már szabad téren vannak, szabad téren kerülnek megrendezésre, ami tényleg sokkal szebb és sokkal látványosabb, mintha bemennénk a helyi anyakönyvi hivatalba. Azonban csak akár fél órát is állni a tűző napon szép elegáns ruhában eléggé megviselheti mind a vendégeiteket, mind pedig titeket, nektek sem lesz ez annyira kényelmes, ezért amikor elmentek a helyszínt megnézni és kiválasztátok, hogy hol legyen majd megtartva a ceremónia, akkor érdemes megfigyelni, hogy abban az időpontban árnyékban van-e az a terület. Ne féljetek később időpontot választani, egy 5-6 órás kezdés már sok esetben tökéletes lehet, viszont vannak olyan helyszínek, ahol még későbbi időpontban is gondolkozhattok, mert olyan a panorámája, közel távol nincs egy fa, akkor nyugodtan gondolkozhattok abba, hogy mondjuk a szertartás június-júliusban 8 órakor kezdődik, mondjuk egy augusztusi időpontban egy 7-8-as kezdés már nagyon szép végeredményt biztosíthat. A vendégeiteknek is sokkal szebb lesz a látvány, illetve az a megörökítésért felelős kollégák is sokkal jobban tudnak dolgozni, sokkal jobban vissza tudják adni a hátteret, a panorámát. Ez különösen igaz például, ha balatoni esküvőt terveztek, hogyha a háttérben nem csak egy nagy fehér pacát szeretnétek látni, hanem mondjuk szeretnétek, hogy a kollega visszaadja a víz és az ég kékségét, akkor inkább egy későbbi időpontot válasszatok. De nézzük tovább, mi mindent lehet tenni, hogy a 35 fokos meleget könnyen elviselhetővé tegyük. Például készülhettek legyezőkkel is, amiket ki tudtok tenni a székekre, hogy a polgári szertartás ideje alatt a vendégeitek kicsit tudják magukat hűsíteni. Vásárolhattok ilyet egyszerűen a kínai boltokban, vagy valahol nézhetitek a neten, ez például egy 300 forintos kínai legyező, de akár csinálhattok ti magatok is. Ezt például én terveztem, ami kettő az egyben, ugyanis nem csak legyezőként lehet használni, hanem rákerült a napi menetrend, a nap programja, így a vendégeitek könnyen tájékozódhatnak, hogy mire számítsanak aznap. Korábban említettem, hogy a legjobb megoldás, hogyha árnyékos területre tervezitek a szertartást és a vendégvárást, azonban, hogyha ez mégsem megoldható, akkor mindenképpen helyezzetek el pár széket, padot vagy egy kanapét az árnyékba, hogy legalább az idősek oda tudjanak ülni. Sokszor találkozunk olyannal a napra tervezett szertartások esetén, hogy a székek 90%-a üresen marad, ugyanis a vendégek inkább egy kicsit távolabbról nézik végig, de árnyékban állhassanak. Ezért azt javaslom, hogy ebben az esetben azért kérjetek ernyőket, napernyőket, az is jó megoldás lehet. Azonban a piros kólás és a zöld sörös ernyőket, ha lehet, akkor kerüljétek. Kérjétek meg a helyszínt, hogy szerezzenek be inkább fehér napernyőket, ez a legjobb megoldás, viszont ha esetleg ez nincs, akkor mondjuk még a béz színű is jól mutathat. Ha illik a személyiségetekhez, akkor nyugodtan eltérhettek a hagyományos esküvői öltözéktől. Például, ha el tudod magad képzelni egy rövid menyasszonyi ruhában, vőlegényedet pedig zakó nélkül, egyszerűen csak ingben, mondjuk egy hózántroglival, csokornyakendővel, akkor nyugodtan választhatok ezt. Csak azért, mert nem így szokás, még nem kell lemondani róla. Ez a ti esküvőtök, csináljatok mindent úgy, ahogy ti szeretnétek. De ebben az esetben praktikus tájékoztatni a vendégeiteket is, hogy tőlük sem várjátok el a zakó felsőt és mondjuk a hosszú estélyi ruhát. A hőség ellen az is nagyon jó megoldás lehet, hogyha éjszakai szertartást tartotok, nem csak nagyon romantikus, de a vendégeitek is jobban fogják élvezni. Ma például egész nap olyan 35 fok volt, alig lehetett megmaradni a napon, most azonban nagyon kellemes az időjárás. Azonban egy esti szertartáson nagyon oda kell figyelni a kellő mennyiségű fényekre, hogy ti magatok is élvezzétek, illetve az utókor számára is a megfelelő minőségben megmaradjon, illetve ebben az esetben a forgatókönyvet is egy kicsit másképp kell kialakítani. Jövő heti videómban erről fogok mesélni, úgyhogy ha nem szeretnél lemaradni róla, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornámra, hogy elsőként értesülhess róla.
Szabad téren gondoljunk a szúnyogok elleni védekezésre is, főleg ha tóparton tervezitek az esküvőt. Magyarországon már 50 különböző szúnyogfajta él, és vannak közöttük olyanok, amik nappal is csípnek, ezért jó, hogyha megkérdezitek a helyszínt, hogy mikor lesz szúnyogírtás, jó, hogyha ez az esküvőhöz közeli időpontban történik, de emellett még ti is készülhettek és kitehettek a vendégeiteknek ilyen szúnyogriasztót. A frissítőről sem feledkezzetek meg, nem csak a vendégvárás idejére és a buli idején nagyon fontos, hogy folyamatosan ki legyenek téve a jégbe hűtött italok, hanem például már az öltözésnél is készítsetek be magatoknak, illetve amikor mentek páros fotózás filmezésre, akkor is mindenképp vigyetek magatokkal egy kis vizet, hogy folyamatosan tudjatok inni ebbe a nagy melegben. Hozzászólásban várom a további ötleteket, hogy mivel lehet elviselhetőbbé tenni a nyári forróságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, és együtt készülhetünk álmaid esküvőjére. A képernyőn megjelenő két videót még nézd meg, segítenek a felkészülésben. Jövő héten pedig, ahogy említettem, az éjszakai szertartásról fogok mesélni, a forgatókönyvről, a fényekről, és hogy vajon ilyen későn kijön-e az anyakönyvvezető. Találkozunk jövő héten, addig is szeretettel várlak Facebookos csoportomban, melynek linkjét megtalálod a leírásban. Szia!